Új helyszínen a Veselényi iskola területén kialakított pályán edzenek a nyíregyházi diszkoszvetők. Szikszai Róbert számára nem indult jól az év, életében először szenvedett súlyos sérülést, amelyből felépülve mindössze idei harmadik versenyén lépett dobókörbe a Budapesti Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokságon. Ehhez képest a 63 méter közeli eredmény mindenképpen biztató jövőt tekintve. Sérüléssel küzdöttem februárban, ugye egy részleges májdom szakadásom volt, ami után kicsit nehezen tudtam visszatérni a dobáshoz. 60 méter fölött dobtam már idén egyszer, úgyhogy most ez volt a harmadik verseny, mert itt ennek a 62-89-nek nagyon örülünk. 65 méter lenne a cél az idei évre. 65 méter a szeptember végén kezdődő Dohai világbajnokság kvalifikációs szintje a férfi diszkoszvetők számára. Szikszai Róbert versenynaptárában több rangos külföldi viadal szerepel, amelyeken erős ellenfelek segíthetik a szint elérésében. A VB szokásosnál későbbi időpontja és a sérülés miatt kicsi át kellett alakítani a felkészülést, de Kerekes László edző szerint jó úton járnak. Mint ahogy a hétvégi verseny is mutatta, tehát Robi kezd magához térni, hiszen volt egy sérülés, illetve Kápár Jani egyéni csúcsot dobott, és a Kerekes Dóra lányom is biztatóan kezdett a főiskolás magyar bajnokságon. Kerekes Dóra 53 méter 64 cm-es dobással győzött az egyetemi főiskolai bajnokságon. Az 55-01-es egyéni csúccsal rendelkező diszkoszvető idén szeretne javítani ezen az eredményen. Úgy érzem, hogy jó formában vagyunk, próbálunk még a technikai dolgokat javítani. Szeretnék mindenképpen egyéni csúcsot dobni és stabilizálni ezt az 55 métert. Kerekes Dóra a júliusi nápolyi univerziádéra szeretné időzíteni a csúcsformát, de jól szeretne szerepelni az őszi kínai rendészeti világbajnokságon is, ahová tavalyi Európa-bajnokság győzteseként utazik majd.